Ez egy javuló tendencia, nő a foglalkoztatás, nő az aktivitás. Magas a munkanélküliek körében az alacsony képzettséggel rendelkezők aránya, ezért a program célja a foglalkoztatás növelése volt. Az együttműködés keretében olyan képzési és foglalkoztatási programokra került sor, amik a munkaerőpiac bővítéséhez, képzéshez és elhelyezkedéshez szükségesek. Alapvetően a regisztrált álláskeresők voltak az egyik célcsoport, de jó hír, hogy egyébként a rendszerben nem látható, teljesen inaktív, adott esetben már több éve nem dolgozó embereket is részben sikerült elérni, és őket próbáljuk ugye integrálni újra a munkaerőpiacra. Tehát nem csak a kötelező elvárást hoztuk, hogy akiknek papírjuk van a rendszerben, hanem akik nem látszódtak, azok közül is sokakat sikerült elérni. A 2016-ban kezdődő programban olyan vállalkozások és szervezetek kaptak anyagi támogatást, amik új munkavállalókat alkalmaztak. Ezzel fejlődött a Bonyhádi járás gazdasága is, mondta Filóné Ferenc Ibolya, a település polgármestere. A nagy része mikro és kisvállalkozás volt, és azon belül is elsősorban egyéni vállalkozók, akik egy, illetve egy-két főt tudtak bértámogatással foglalkoztatni, legalább 6, de több esetben 8 hónapon keresztül. Nekik annyit kellett vállalni, további 3, illetve 4 hónapon keresztül tovább foglalkoztatják őket, van egyfajta utánkövetése a projektnek. A Bonyhádi önkormányzattal együttműködött a Tolna megyei kormányhivatal és a gondozási központ családsegítő és gyermekjóléti szolgáltató, mivel ők napi szinten találkoznak hátrányos helyzetű emberekkel. A Tolna megyei foglalkoztatási paktum keretében a tervek szerint 1051 hátrányos helyzetű álláskereső találhat végleges munkát.